Igen. Tehát az állam olyan, mint egy rendezvényszervező cég. Igen, tehát az állam olyan, mint egy rendezvényszervező cég, ami a megbízójának az akaratát lebonyolítja. A dolgok ki vannak találva, csak nem működnek. Az a baj, hogy egy szemfényvesztés szinten természetesen működik, és az állam most is azt mondja, hogy természetesen maradéktalanul ezt teszi. Itt csak a társadalom által megtervelt összvagyon elosztásáról folyik a politikai vita 2000 éve. 2000 éve. Mindig mondják a politikusok, hogy majd akkor ez lesz, hogy az lesz, hogy belépünk az EU-ban, majd amikor majd az EU-ban lesznek, mint amilyen, akkor lesz majd ezek a kánoák. Gyakorlatilag 2000 éve folyamatosan ezt hallgatjuk, és nincs előlépés abban, hogy nincs demokrácia. Az emberi lényt tekintjük a legfőbb értéknek. A pénz, az állam, a vallás, a társadalmi modellek és rendszerek fölött. Támogatjuk a gondolkodás szabadságát. Hirdetjük minden emberi lény jogainak és esélyeinek egyenlőségét. Elismerjük és üdvözöljük a szokások és a kultúrák sokszínűségét. Visszautasítjuk a megkülönböztetés minden formáját. Megszenteljük az erőszak minden formájával szembeni igaz ellenállást. Legyen az fizikai, gazdasági, faji, vallási, nemi, lelki vagy erkölcsi erőszak. Illetve motiválnánk a többieket, hogy csatlakozzanak. Én szerintem szuper, hogy egyszer a
csapat szervező nevében én jelentettem be nyáron a demonstrációt. Anonimó vagyok, anonimus. Zavartalan, békés és erőszakmentes demonstrációt szeretnék. Arra szeretnénk titeket kérni, hogy törekedjetek a békességre. Nincsenek mögöttünk pártok, nincsenek mögöttünk szervezetek. Magánemberek vagyunk, ahogy ti is. Ez csak a kezdet, egy folyamat kezdete. Rajtatok múlik, hogy mi a folytatás. És azt gondoljuk, hogy senkit ne lehessen utcára tenni, se közmű, se pedig lakás hiteladósság miatt. Így gondoljuk? Nem fogadjuk el az adós rabszolgaságot. Ugye, a hitel fedezetéről szolgáló lakást értékesíti a bank, az ügyfél utána ne tartozzon többet. Tehát az emberi és szociális jogok munkacsoportja szintén nagyon jó javaslatokat fogalmazott meg. Egyszerűen megállapítottuk, hogy a mai demokrácia nem a többség demokrácia, viszont mi többségi demokráciát akarunk. 99%. De végeztek még a jelekkel, hogy mik azok a jelek, ha valamit teszik, tapsoljatok nyugodtan a fákját, ne ejtsétek ki a kezetekből. Tehát a többség demokráciájában nincsen szegénység. Mindenkinek van tisztes megélhetés biztosító munkája. Feltétel nélküli alapjövedelme. Lakhatása. Védve van a kilakoltatások ellen. És a kilakoltatások ellen pedig az állami bérlakás állomány növelését kívánjuk. Ezt akarjuk? A közéletben részvételi demokráciával éljünk napi szinten. Legyen népszavazás! Internetes demokrácia korában vagyunk. Igenis, dönthessünk számos kérdésben nap mint nap. Egyszerűbben, mint ahogy eddig. It's a